Keressétek meg Valtert! Kaparjátok elő a föld alól is. Ő fogja vezetni a bizonyítási eljárást. Uram, Walter nincs olyan állapotban, hogy... A legjobb állapotban van ehhez a feladathoz. Értem, megkeressük. Eredményt akarok. Bizonyítékokat a grófnő bűnösségére. Nem lesz nehéz dolga. És mondjátok meg Walternek, ez az utolsó esély. Szerettem volna azt a nőt bemutatni, aki valójában az én értelmezésemben nem biztos, hogy vérgrófnő, és nem biztos egyáltalán, hogy ő ennek a neki indultált véres történeteknek az elkövetője volt. Történészek is foglalkoznak ezzel a jelenséggel, a Báthory Erzsébet jelenséggel, hogy igen, valójában, hogy ő elkövethette ezeket a gyilkosságokat, vagy valamilyen koncepciós ügynek az áldozata lehet maga az Erzsébet. Nagyon eltérőek ebből a szempontból az állásfoglalásaik, és én is azt gondolom, hogy Báthory Erzsébet az a nő volt, aki a korát meghaladó bátorsággal és azokkal a feladatokkal, amikkel szembenézett, azokban ő helytállt és kitartott, és nem hagyta magát legyőzni. És semmiképpen másképpen nem tudták őt legyőzni, csak akkor, hogyha tényleg eltörik őt. Valami olyan koncepciós váddal próbálták őt megalázni, amiből ő már nem tudott többet felállni. Morgina, Rosália, Katinka, Mária, szerettelek mindötöket, hát miért néztek így rám? Hát tettem is, tár rosszat is, volt mindig egy határ, s hogy bennetek, az nem lehet, csak köd van és homály. Ne bántsatok, halálotok, nem kívántam sosem. Felérkezel, ütött és vert, te gyilkos szívtelen! Felérkezel, ütött és vert, te gyilkos szívtelen! Vigyázz, mi mondsz, hogy én gyilkos, még meglapolsz, jaj! Az akkori politikai körök és a politikai kapcsolatok valószínűleg, hogy közrejátszhattak abban, hogy Báthory Erzsébetet meg kellett gyengíteni, ki kellett szolgáltatni. És amikor ő elveszítette Nádasdy Ferencet, a férjét, attól még inkább kiszolgáltatottá vált, de a nő még erősebb lett. Tehát tulajdonképpen egy kor, egy jelenség, ami akár a fényben is megtörténhet egy-egy nővel. Nem azt mondom, hogy egy kortárs drámát próbáltunk megalkotni, de elsősorban arról szól ez a történet, hogy a legendát szeretnénk újraírni, és feltenni, feldobni a kérdés a tekintetben, hogy valójában tényleg így történhetett-e. Mi bír arra egy embert, hogy így topzódjék a bűnben, de látni őt, s megérteni, sejtem már nem is lesz könnyű. Hány véres tett került elé, de egy sem volt még ilyen szörnyű. Dóra és a munkatársai segítségével kaptam rengeteg anyagot filmekről, tudományos munkákból, mindent összeolvoztak nekem, amit csak lehetett. Arra meggyőződésre jutottam, hogyha ezt úgy fogom fel, ahogy ma nyúlnánk egy ilyen témához, hogy tulajdonképpen itt egy krimi zajlik le, egy bűnügyi történet, egy asszonyt olyan főbenjáró bűnökkel vádolnak, ami még abban az úgynevezett sötét középkorban is párját ritkította. Bennem kell, akar valamit, ott a Rozi. Hát az is itt van még, a szentség itt, tűnjetek innen! Ébredj, Rozi, vége a tollasban! Hagyjuk az úr maga, sose fáradt! Hát, si
siessetek, a úrnődök itt lehet benneteket. Mi történhet, látod majd, ha nem válj a kikörmével szemed? Hát nem tudja, honnét jövünk, s mit éltünk át. Ne veszélj annyit, hússon a bacsát! Ki mondjuk, hogy Báthori Erzsébet az olyan, mintha a Cepes Fajdát vagy a Drakulát emlegetnénk. És mindenki azt gondolja, hogy ez egy vérnősző nő volt, aki szűzlányok vérében fürdött, és hasonló ilyesmélyesetek történtek vele. Holott kiderült, a történelmi tények alapján ez egy koncepciós per. Egy ártatlan nőről van szó, aki csak önálló és, hogy is mondjam, emancipált akart lenni. És erről szeretnénk egy operát csinálni, egy opera musicalt. Nagyon jó dolog a kolozsvári operával tudunk közösen dolgozni, mert ez egy olyan hangulat, ami egy operának megfelelő. És egy rendkívül jó szövegkönyvvel és egy rendkívül jó zenész barátainkkal dolgozunk együtt. Én nagyon-nagyon örülök, hogy ezt megcsinálhatom, és nagyon szeretem, ha mindenki látná. Különben nem mondanék el semmi különöset, mert jobb, ha megnézik, és akkor kiderül, hogy milyen lesz. Megyünk a törökös a gyarmatóra, halára pontosra! Megyünk a törökös a gyarmatóra, halára pontosra! No, legények! Háromszoros vidát a parancsnokunkra! Ilyen Nádasdy Ferenc gróf! Szigorúan! Igen! Nádasdy! Ha erre sem hajlandó előbújni asszonya öleléséből, Isten utca a fülénél fogva rángatok! A fenébe is elbúcsúznátok már végre! Felfognád a szádat végre! Ha nincs kitől, hogy búcsúztok, foglald el magad a katonáiddal! A mi értelmezésünkben egy nő, egy anya, egy szerető feleség, végülis egy esendő nőről, de egy nagyon bátor nőről szól ez a legenda. Tulajdonképpen a musicalnek és az operának azokat az értékeit gyűjti egybe, és próbálja ötvözni, amivel azt gondolom, hogy egy új közönség réteget képes megszólítani. A musicalnek a dallamosságát és a sodró lendületét az opera igényességével képes megfogalmazni. Egy 68 tagú szimfonikus zenekarra íródott, tehát egy klasszikus hangzású szimfonikus zenekarra, egy 40 tagú kórusra. Az előadása egy 16 tagú balettársulattal valósul meg, egyébként a kolozsvári operával csináljuk, és budapesti szólistákkal, Báthori Erzsébet, Nádasdy Ferenc, Túrzó György és a Walter nevezető fiatal ember, aki ezt az egész történetet végül is előleli és elkezdi visszafele gombolni. Hadd jel azt kivoltál, ki ennyi mocskot lát, abból kivész a tisztaság. Nyomorodnak tükre volt, szeretett és elhagyott. Meddig fuss, hogy elfeledd, őcs a gyermeket.